Kívánok mindenkinek! Elkezdődött a következő élő adás. Bízom benne, hogy hamarosan majd sokan kezdtek el csatlakozni a mostani adáshoz. Amint ugye a leírásban is említettem, hogy ma nem én vagyok, leszek úgymond kvázi a főszereplő, hanem ti, kedves nézők, akik itt lesztek most velem. És egy kicsit új dizájnnal is jöttem el emiatt, az új, úgymond élő adás miatt. Úgyhogy nézzük is majd, ugye láthattok engem, láthatjátok ugye a feliratkozó számot, egy szép kis ilyen csíkocskát, meg ugye fölül
ott fölül pedig láthatjátok ugye az emlékeztető címkét, hogy ha esetleg új vagy a csatornán, akkor mindenféleképpen ne felejts el feliratkozni. Na, hogy miről is fog szólni a mostani adás? Hát igazság szerint tőletek függ, ugyanis majd itt a jobb oldalon, hát szépen lassan meg fognak jelenni a kérdések, attól függően, hogy hogyan csatlakoztok be az adásba. Úgyhogy addig pedig el leszünk így, én el fogok nézegetni titeket, illetve nézem a történéseket, hogy mi működik éppen majd világba. Ugye talán mondhatom azt, hogy... Asszus! Pont nem látszódott, hogy új feliratkozón van. Ó, hogy... Na mindegy, üdvözöllek a csatornámon, majd megnéz. Most gyorsban, akkor meg is nézem e-mailen, hogy ki volt az új feliratkozó. Remélem nem szakadozik. Nem, azt mondja, egészségi állapota jó. Megállapították, hogy jó az egészségi állapotom. Ennek mindig is nagyon örültem. Közösségi. Ja, megnézzük ki a 120. feliratkozónk. Ha esetleg szaggatna valahol az adás, azt nyugodtan jelezzétek, mert most ilyen real-time-ot próbálkozok, vagy ilyen real-time-mal próbálkozok így a chat miatt, hogy lássátok itt a... ezen az oldalon majd a feljövő kérdéseket. Mindjárt megnézzük. Hogy ki volt a... az elkövető. Brunowski Dávid. Na, Dávid, üdvözöllek. És köszönöm szépen, hogy feliratkoztál rám. Kicsit hideg van, be kellett töltözni. Mielőtt még valaki megkérdezi, hogy miért vagyok melegítőbe. Többek között ezért. Az előző adás alatt kaptam egy nagyon jó kérdést. Mindjárt meg is nézem, hogy ki volt az elkövető, aki ezt megtette. Vissza tudom pörgetni. Egy napja, egy napja, egy napja. Hogy ugye, mint tudjátok, Manuel Neuer megsérült már megint edzésen. Megint ugyanaz a lába sérült meg. És ez ugye azért nem egy jó hír. Legalábbis a Bayern München szurkolóknak, meg úgy igen, Norbi volt az, aki kérdezte, hogy ma olvastam, vagyis ezt 5 napja írta, hogy ma olvastam, hogy Neuer megint megsérült, valószínűleg lábközépcsont sérülése van, szerinted ez mennyire befolyásolhatja a karrierjét? Hát az a baj, hogy mivel már megint ugyanaz a lába sérült meg, amely korábban is meg volt már sérülve, azért azt mondom, hogy ez igen... hátrányt fog neki számára jelenteni, mert azért nem lehet tudni, hogy majd mennyire fog megint újra összeforni, mennyire lesz megint sérülékeny. Ugye, jól tudom, ez ráadásul egy edzésen is történt, úgyhogy ebből kifolyólag nagyon érdekes lesz, hogy mit fog majd kihozni megint az orvosi stáb. Mindjárt meg is nézem nektek, hogy mennyi időt kell kihagynia.
Mert azt hiszem elég sokat, ráadásul ha jól tudom, akkor Starkét, azt hiszem, Starke vonult vissza. Valamelyik korábbi kapusát újra aktiválta a Bayern, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez egy elég hosszú időszak lesz. ESPN ír valamit. Robben nem. Valami azt hiszem, tána, ha jól emlékszem, akkor arról volt szó, hogy ki adhatja a komplett őszi részleget, és tavaszra vagy a felkészülésre próbálják meg összerakni, ha jól emlékszem. Na, mindjárt megnézem, mert most így erre nem emlékszem. Mindjárt rá is keresünk a egyik kedvelt online oldalunkra. Goal.com Magyarország, Premier, Bundesliga. Mi a Nagy Benjamin kérdezi, üdvözöllek, mi a véleményem Neuer stílusáról? Szerintem ezt a stílus kellene követni mindenkinek, mert az a fajta lábbal való játék, illetve helyezkedés, mind a magára a védésre ugye letisztult, nem akar extrát belevinni, csak amit kell, azt csinálja, és ugye a támadás építés, indítás, labdajáratás, labda megtartása, birtoklása szempontjából ugye kiemelkedő szerepet tölt be. Ugye ennek köszönhetően ugye lábbaltán az egyik legkiemelkedő kapus, aki valaha volt, én szerintem, merem ezt úgy mondani, hogy volt egy Jorge Campos is, aki azért ugye mezőnyjátékosként kezdte a pályafutását, és igen gyakran váltogatta, hogy éppen jobb szélsőt játszik, vagy csatát játszik, meg mint a kapust. Én azt mondom, hogy ez az a stílus, amit mindenkinek követnie kéne, és így kellene például a képzést is alakítani, hogy ilyen kapusokat termeljünk ki. Na, közben megnéztem, januárig nem lehet Neuerre számítani. Úgyhogy... Igen, komoly ez a sérülés már megint. Bízunk abban, hogy Neuer majd rendbe fog jönni. És hamarosan újra azt a Neuert láthatjuk. Bár lehet, hogy a lábközép csontja miatt majd nagy a sérülés miatt kevésbé lesz proaktív, mint előtte volt. Ez majd kiderül. Közben addig én iszok. Jó, nyugodtan záporozzanak a kérdések bármilyen kapus témával kapcsolatban, akár szakmai, akár pedig nem annyira szakmai kérdés, de bármi, ami a kapusokkal kapcsolatos, nyugodtan tegyétek föl. Egy órás lesz körülbelül az adás, úgyhogy ilyen 10, maximum 4-11-ig leszek itt, és addig tehetitek föl így
adás formájában a kérdéseteket, illetve ez majd itt ott fog szerepelni. Magyarországon ez a fajta kapustílus próbálják oktatni? Nem tudom, igazság szerint, hogy ezt mennyire próbálják-e oktatni. Én azt tudom, hogy én ezt próbálom, tehát a lábbal való játékot, és ugye azt a kiebb helyezkedést is. Ugye a kapusaimnak igen nagy százaléka, aki ugye régebb óta foglalkozok velük, azok igen jól, meg nem csak én, hanem kollégáim is foglalkoznak velük. Igen jó, jól próbálják meg megmutatni a saját korosztályukhoz képest azt a stílust. Az, hogy mennyire próbálják Magyarországon, hát nem vagyok benne biztos, hogy itt ez lenne a módi. Én úgy gondolom, bár ahány, nem is tudom, ahány ház, annyi portal, valahogy így van ez a mondás. Ugye mindenki éppen azt a fajta stílus próbálja oktatni, amit éppen a kapusedző meghatároz. Nem tudom, mennyire van itt, mennyire beszéltünk itthon képzési rendszerről. Bizonyos kluboknál vannak, azt tudom. Az, hogy a kapusokkal kapcsolatban milyenek, hát azt meg ugye csak az idő tudja eldönteni. Én ezt csinálom már, ha jól tudom. Hát tavaly volt úgymond az első teszt szezon a saját képzési rendszeremnek, az nagyon bevált, idén ugye fejlesztett változata van, még inkább a kognitív képességek, meg ugye a mérkőzés helyzetekben való gondolkodás. Úgyhogy igazság szerint ez kellene, szerintem nem ezt oktatják. Tudom, esetleg jelezzetek vissza, hogyha hanggal vagy valamivel van-e probléma. Próbáltam azon is változtatni, mert múltkor volt gond vele. Eléggé recsegett, ropogott. Én is visszahallottam a saját hangomat. Hál' Istennek ez most már nincs. Hogy ezt be tudtam állítani rajta, meg én mondjuk saját magamat élőben nem tudom nézni, ugyanis valamiért szaggat ez a dolog. Több mint valószínű, hogy azért szaggat, mert teljes mértékben ez real time, live, tehát amit írtok, meg amiről én itt beszélek, az egyből jelenik meg nálatok is. Úgyhogy, illetve van még ott a nagyon jobb, igen, ott arra fele a chat fölött van ott egy ilyen felkiáltójá, hogy mikor legyen a következő élő adás, vagy mit gondoltok a jövőben, hogyan kellene. A jövő héten lesz majd egy teszt, amikor úgymond a nagy szurkolói élő adás a semleges térfél előtt fogok majd jelentkezni. Ugyanúgy ilyen kérdések és válaszok rovattal, hogy interaktív legyen. És utána majd fogjuk a legvégén eldönteni, hogy közösen, mert ugye ez nem csak rajtam múlik, hanem rajtatok is, hogy melyik a jobb. Lenne lehetőséged külföldi csapatnál utánpótlást edzeni, elvállalnád? Tervek a jövőre, jó a hang. Hát mindenféle, tehát mindenféleképpen az lenne a tervem, hogy külföldön edzősködjek majd. Tehát jó estét kívánok Tavasi Andrásnak közben. Tehát mindenféleképpen nekem egy tervem az, hogy jövőre. Vagy jövőre, hogy majd évek múltán, vagy akár attól függően, hogyha van ilyen lehetőség, akkor azon elgondolkodnék. Itthon erre kevesebb esélyt látok, hogy máshol edzősködjek, mint ahol most jelenleg vagyok. Külföldön pedig ott azért jobban elfogadják a fiatalabb edzőket. Nem tudom, mindenféleképpen, hogyha lesz ilyen lehetőség, annak mondjuk elsősorban örülnék, mert az azt jelenti, hogy a munkám az jó, és jó úton járok. Hát ugye attól függ, hogy mit várnának el. Hogyha azt mondják, hogy ide figyeljen, az a
képzési módszer, amit ön alkalmaz, azt egy az egybe szeretnénk átvenni, és ennek a, hogy azt szeretnénk, hogy a kapusok így készüljenek föl, az ön kezén, keze által, illetve a képzési rendszer szerint, akkor valószínűleg bevállalnám, ha viszont ugye valami más rendszert kellene, akkor ott nem tudom, az a baj, hogy eléggé kérdőjelesek a gondolataim ezzel kapcsolatban, de mindenféleképpen meg, tehát külföldön legalább letesztelném magam, hogy milyen az a szint, mi az, amit én mondjuk ki tudnék magamból hozni azon a szinten. Átértem, szia Béla! Na, akkor itt tett fel a kérdésed, mert már nem emlékszem. Megnéztem az összes összefoglalót, kivéve ugye a szombathelyi, vagyis vasas szombathelyi áramszünet, ahogy tartja is a régi nagy klasszikus, hogy kell egy kis áramszünet. Na mindegy. Szóval Rados góljáról mondaná véleményt? Hát a sorfa felállításáról. Hát sorfa felállítása az botrány volt. Azt kell mondanom, hogy konkrétan kiállította a kapuból a Rados. De annak ellenére oda nem szabad gólt kapni. Abból a szögből. Tehát, hogy oda elverni, az hát kell rugó technika is mondjuk, tehát az tény és való. Kell hozzá egy iszonyatosan jó rugó technika, ami a Varga Rolinak megvan, de attól függetlenül abból a szögből nem, pláne a rövidre nem lehet, nem illik gólt kapni. Arról nem beszélve, hogy ezt a gólt elég sokan próbálták a nagybátyámnak a híres lengyelek elleni góljához hasonlítani. Ugye ő a hosszú, hálótartó kis háromszöget sikerült eltalálnia. Ami elég érdekes volt. Na mindegy. Szóval alapesetben, tehát itt a sorfalnak a fölállítása az... Én úgy vagyok vele, hogy a rövid kapufa és a labda között kell az első és a második embernek elhelyezkednie. Tehát pont ott közöttük kellene meghúzni azt a vonalat, ahol a sorfalnak kéne állnia. Itt a Rados esetében szerintem még a második ember is nagyon határesetben volt a rövid kapufánál, és ugye azért úgy be lehet lőni a labdát. Hát az sem mindegy, hogy milyen emberek állnak a sorfalban, mert azért egy olyan szögből mindenki arra számít, hogy beadás lesz. Viszont hogy ennek köszönhető, hogy a sorfalban is az alacsonyabb emberek állnak, viszont azért nem mindenféleképpen kellene minden esetben a törpéket odaállítani. Én azt mondom. Tehát ott úgy gondolom, hogy ott egy kicsit ludas volt Rados. Ha ezen múlna, akkor még mindig szakállat növesztenék, de mivel emberibb kinézetemnek kéne lenni, ezért úgy döntöttem, hogy levágom a szakállamat. Maradékot is üdvözlöm közben, de nyugodtan lehet föltenni a kérdéseket. Nagy Benni már elkezdte, Béla is ugye kíváncsian várt ugye a Radosos történetet. Nem tudom, Béla ezt majd írd meg nekem, légy szíves, hogy maradék, hogy Szabolcs válaszolt arra a kérdésemről, hogy kiváltja majd a Rabóckit az újpesti kapusedzői pozícióba? Mert ez például egy jó kérdés, mert ugye Rabóckit, ugye ahogy hallottuk, Szabolcs elmondta a véleményét a Semleges térfélen, aki nem látta, annak elmondom, hogy Újpesten megint kapusedzőváltás van. Állítólag Rabócki csak próbaidőm volt ott, és próbaidőm volt, és nem hosszabbítják meg vele ezt a próbaidőt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lesz a következő kapusedző ott Újpesten. Rövidre nem kellett volna a játékost állítani a kapufa mellé? Hát akkor is ugyanezt a szisztémát csinálnám én, hogy a sorfal
első és másik emberek között legyen a labda és a kapufa vonala. Tehát én ezt mondom. Tehát oda illik sorfalat felállítani. Bár régen na, hosszú állították mindig a sorfalat, mert azt mondták, hogy a rövidre nem kaphat a kapus gólt, úgyis odaáll. Mi lehet az oka Antal és Rados váltogatásánk? Hát valószínűleg Bódog azt érzi, hogy nincs meg a kellő plusz ugye hosszabb távon. Antal is ugye hibázott az utóbbi időbe. Ezáltal úgy döntött, hogy a Rados kell védetni. Most neki szavazott bizalmat. Valószínűleg két egyforma kapusról beszélünk Antal Botond és ugye Iván Rados személyébe. És nem tud egyik se olyan extra teljesítményt nyújtani mostanában, hogy azzal ne az legyen a végeredmény, hogy egyik héten az egyik véd, másik héten pedig a másik véd. Nem válszolt rá, míg én ott voltam. Sajnálom, majd valószínűleg majd beszélek a Dávidékkal, vagy elkérem a Szabolcsnak az elérhetőségét, és akkor majd megtudom. Majd megtudakolom majd, és erről is majd fogok majd. Vagy remélhetőleg majd csinálok, hogyha nem felejtem el így a kapus edző kérdésről ott Újpesten. A kapusposzt bizalmi poszt, hogy lehet, hogy egy kapus magabiztos, ha nem bíznak bennük? Ez tényleg való, hogy ez egy... Közben én nézem, hogy a live chatbe, itt ugye a Nightbot írt, és a linket eléggé eldimenzionálta. Na mindegy, szóval, hogy igen, kapusposzt ez egy bizalmi poszt. Viszont, hogyha nem érzi meg a bizalmat az edző az adott kapusba, akkor nem őt fogja védetni. És ugye, mivel itt nem olyan hierarchiáról beszélünk, mint mondjuk a Haladásnál Király Gábor esetébe, vagy mondjuk a Vasasnál most ugye a Kamenár, vagy ugye a Fradinál a Dibusz, hogy itt az egyik kapus itt van, a másik kapus meg itt van, hanem itt két hasonló szintű kapusról beszélünk, ott ugye azért az adott mérkőzésen, meg az adott heti munkán elég sok múlik, és valószínűleg ott nekik a mérkőzésen bizonyítani kell, hogy ők voltak a megfelelő, vagy ők voltak a jó döntése. Hát most ezt Radosnak nem sikerült. Biztos megvan... Ez velük beszél, nem hiszem, hogy meccselőtt közölték velük, hogy ma kivéd. Ez nem megy egy. Ez azért megy egybe se úgy, mert tehát ott azért, hogyha van egy állandó kapus, akkor az véd. De több mint valószínű, hogy ez így le van fixálva. Mondjuk az a baj maradék, hogy ebből a szempontból még nem értek veled egyet, mert hogyha ez meg van beszélve, hogy mérkőzésenként forgás van a kapusok között, akkor még nem értem, hogy az elmúlt időszakban miért végig Antal Botond védett. És most miért hirtelen a Rados. Tehát szerintem itt inkább az van, hogy a Bódog is megpróbálja éppen az adott egyéniségre ráhúzni a csapatot. Andrus József munkája megjátsz. Ha te a kapusainkon, és lehet nekem magabiztosabbak egyenőre, ez nem látszik, gyakorlatilag prognosztizálható az egy lepke per meccs. Na az a durva, hogy ahogy odaérkezett a Józsi, abban a szempontból az Antal Botond teljesen más kép védett, mint előtte. Tehát, hogyha ezt nézem, ebből a szempontból a munka az meglátszik. Az, hogy ugye az adott mérkőzést ugye mennyire koncentrál egy kapus. Tehát én most megnéztem ugye ezt az összefoglalót, ezt a Fradi Diósgyőr meccset, és most nem azért, mert itt vagy, mint Diósgyőri szurkoló, de a Fradinak közelem volt a meccshez. Tehát egy-két ilyen kósza kísérlete volt, vagy valami, végig domináltatok, aztán jött ugye ez az ominózus helyzet, vagyis esett, ugye ebből a szabadrugás gólból, és olyan érzésem volt, mint hogyha a Rados nem abban a pillanatban kikapcsolt volna agyilag. És ebből a szempontból, ugye én hiszek ezekbe a lélektani dolgokba, meg ugye a mérkőzésnek ugye van egy pszichológiája, meg egy lélektana, és onnantól kezdve nyomott a
Diós György, de már nem olyan szinten, mint előtte. Hát ott már Fradi is érezte, hogy fú, nekem itt van keresni valóm. Szóval eléggé meghatározó volt sajnos az a hiba a mérkőzést illetően, de szerintem amúgy ez időkérdés, hogy ez a lepkeper meccs statisztika ez elmúljon. Persze Andrus József Magyarország egyik, hanem a legjobb kapus edzője jelenleg. Hát igen. Mi is így látjuk, a legtöbb kapus edző is csak a maximumot tudja kihozni egy kapusból, nem tud belőlük nóját csinálni. De nekik volt egy típusuk, és egy-két bravúr alapvonalas, gólvonalas védése. Igen. Tehát ugye abból a hozott anyagból tud mindenki dolgozni, tehát ugye ezt nem is tudom, jó pár korábbi edző mondta azt, hogy hozhatom ide nektek a Mourinho-t ide edzőnek, vagy a Sir Alex Ferguson, attól még nem fogtok jobban futballozni. Tehát ugye a hozott anyagból kell neki dolgozni, és abból kell kihozni a maximumot. Valószínűleg még nem állt át teljesen az agyuk arra a szisztémára, amire az Andrus Józsi gondol, illetve amit mondjuk a Bódog Tamás most ugye az Andrus József jelenlétével elvárna a kapusoktól. Tehát valószínűleg ez is időkérdése lesz. Az NB1 felénél majd megint mész a reggeli startba? Hát nem tudom, attól függ, hogyha megírom el majd a cikket belőle. Dibusz szintű kapusok vannak-e az NB1-ben, és ha igen, mennyire megfizethetők? NB1? Egyes akar? De az a baj, hogy Béla, hogy szerintem Dibusz az nem szint. Tehát én sose ezt a magyar, tehát én a magyar szintet nem nézem. Mert, vagyis én nem tekintem egy olyan szintnek, ami meghatározó lenne sajnos. Ugye erről korábban is beszéltem, hogy most jelenleg olyan kapusaink vannak NB1-be, akik az elmúlt időszakban, pont az előző ilyen tradicionális magyar kapustílussal kapcsolatos élőadásomban mondtam, hogy mostani NB1-es kapusoknak a igen nagy százaléka az elmúlt időszakban, ebbe az, ahogy én neveztem, átmeneti időszakba, szerintem még a NB2 közelébe se biztos, hogy oda kerültek volna. Most meg ugye NB1-es kapusok. Tehát az a baj, hogy igen, Dibusz kaliberű kapusok van. Hát Dibusznál még gyengébb kaliberű kapusok vannak. És ha igen, mennyire megfizethetőek? Hát azt nem tudom, mert azt meg kell nézni a Transfermarkt alapján, hogy melyik kapus mennyire, mi a piaci értéke, valószínűleg azt úgyis überelni akarják. Arra gondoltam, hogy amíg egy csapatnak a kapusaik megnyernek pontokat, addig a másiknak elveszítik, és elég, ha két meccsenként egy gól múlik rajtuk. Hát igen, tehát hogy a kapus pozíció az alapvetően egy olyan pozíció, ahol nem nagyon hibázhatsz. Tehát ezért úgymond ugye teljesen más a lélektana egy kapusnak is, mint mondjuk egy mezőnyjátékosnak ebből a szempontból. Ezért is foglalkozok én például jobban a kapusok lélektanával, mert azért nem mindegy, hogy hogyan reagál egy kapus egy adott helyzetre, egy adott hibára, mennyire tud túllépni, mennyire marad benne a hibába, sérülésből hogyan épül föl mentálisan. Dibusz kontra Rados. Hát jó, de ez is megváltozik, mert Dibusz meg képes olyan dolgokra, hogy elmennek rajta pontok. Tehát tehát ez vissza fog fordulni, majd ugye a diósgyőri balszerencse majd valószínűleg el fog múlni egy idő után, remélhetőleg. Hétvégén néztem, hogy Hegedűsön van legalább 5 kiló felesleg, és így is kezdő tud lenni NB1-ben. Hát ezt nem tudom, hogy mennyi plusz kiló van rajta.
Úgyhogy, mert ugye ezt tudom, annó ugye, vagy amikor 17 és fél éves voltam, MB2-nek az ajtaját kopogtattam felnőtteknél, akkor ugye ott volt mérlegelés, és a télen érkeztem oda próbajátékra, és ott ugye vagy ha jól tudom, megszabta a klub, hogy hány kilónak kell lenned, mikor visszajössz januárba edzeni. Úgyhogy valószínűleg még benne van abban a súlyhatárban, amit megszabtak neki, vagy lehet, hogy pont ez volt a cél, hogy nagyon, nagyon szikár testalkata van, és hogy ebből a szempontból nem elég falsúlyos, mondjuk a levegőbe levő párharcok esetén. Akár ez is lehet egy indok. Szia Norbi, normális kapus Diós Győrbe. Nójának mennyire okozhat gondot, hogy kiúlt a lábközépcsont sérülése? Pont ezzel nyitottam az élő adást, Norbi, de akkor válaszolok neked itt, hogy valószínűleg a stílusát azért befolyásolja majd ez a sérülése. Mert ugye a lábközépcsont sérülése előtt sokkal aktívabb volt kint, tehát a proaktív stílusa sokkal inkább dominánsabb volt, mint az utóbbi időszakban. Ugye aztán kijött neki ez a sérülés, utána most megint előjött, valószínűleg ez rá fogja nyomni a stílusára, de bízom benne, hogy nem is tényleg rendesen fel fog tudni épülni. A lélektanra vonatkozik az, amiről az előbb beszélünk. Milyen lélektana lehet annak a kapusnak, akit egy hiba után a padra tesznek, majd a másik hibája után visszateszik? Hogy fog utána kifutni egy beadásra azzal a tudattal, hogy elég egy hiba a kimaradáshoz a csapatból? Hát az a probléma, hogy nem amatőrök. Tehát ugye hivatalosan ők profik. És a profiknak ezzel meg kell tudni harcolni, ez az egyik. A másik, hogy dolgoznak velük sportpszichológusok. Tehát igazság szerint ezeket ők tudnák, vagy tudják kezelni, és hogyha meg alapvetően mondjuk arról van szó, hogy itt nem a hibák befolyásolják a döntést, hanem tényleg ez volt megbeszélve, hogy felváltva fognak védeni a bajnokság közepén, től kezdve, akkor ugye egyáltalán nem fogja érdekelni őket a hiba. Így jelenleg ugye úgy néz ki az egész, hogy hiba után cserélnek, ami ugye mentálisan nem biztos, hogy jó, de meg kell ezzel birkózniuk. Arra vannak ugye a sportpszichológusok ott mellettük, hogy ezeket a dolgokat tudják kezelni. Szia Kristóf! Jöhet a kérdés. Tényleg mindenki kérdezzen, nyomjon egy lájkot, ha tetszik ez az új külső, új élőadás sorozat, akkor nyomassátok tényleg a kérdéseket is, akár. Milyen hátránya van egy 2,03 cm-es kapusnak, ami a felépítésből adódik? Hát mondjuk sokkal lassabb a mozgása, picit darabosabb is. Ugye a kezdősebessége az mindenféleképpen lassabb, illetve ugye a testközelbe laposan jövő labdáknak ugye a reagálás, ugye hosszabb végtagokkal rendelkeznek, ezáltal ugye sokkal lassabb az az idő, mire eljuttatja oda akár a kezét, akár a lábát. Te jó ég, csoda történt. Pölő Antalna. Nem volt kapusba ki a fordulóba? Már hogy levágotta a szakát? Nem, mert idő után néztem már ki. De én ezt úgy neveztem el, hogy nem sikerült fölvételt nyernem a Mikulás képző tanfolyamra, és ezért úgy voltam vele, hogy inkább levágatom. Ha te lennél a Diósgyőr kapus edzője, na ez már jól kezdődik, mihez kezdenél? Volt már itt minden, mint a Bucsúban, kapus edzőváltás, kapus csere, a Bakik után, Bukrán kipróbása egy meccsen, stb.
Fú. Na. Ha én lennék a kapus edző, az a probléma, hogy kedves Norbi, erre a kérdésre válaszolva, hogy ez egy folyamat. És ez nem egyik pillanatra a másikra fog megváltozni. Ugye voltak biztató jelek ugye Antal Botonnál, ugye most megint jön a lepkeidőszak, ez nem fog megváltozni egyik pillanatról a másikra. Tehát ezt el kell fogadni, és ebbe viszont a magyar társadalom és a magyar nép az nem partner, hogy elfogadják ezeket a folyamatokat. Hogy ez nem egy rövid távú történet, hogy na ez most csettintésre fog megváltozni, hanem tényleg ennek egy időnek kell lennie, és ezt igazából, hogyha jól emlékszem, hogy az Andrus Józsi, mint képzési rendszer, vagy képzés vezetőként is érkezett, nem csak a felnőtt csapathoz, tehát ugye ott ugye az utánpótlás kapusoknak a felépülése is számít, hogy hogyan építik fel őket ugye a felnőtt csapatra esetleg, és ez sajnos nem elég egy-két hónap, ez akár éveken át is tarthat, hogy igazság szerint hatást lássatok ebbe, de ugye egy folyamatot kell nézni. Ugye most az elején Antal Botonnak, hogy elkezdte a szezont, én is meglepődtem, mert tényleg más stílusba védett, de ugye ebből látszik, hogy valószínűleg ezek a dolgok még nem automatizálódtak bennük, és erre kellene valami megoldást találni, hogy ez minél előbb sikerüljön. Valószínűleg ezen dolgoznak ott a Diósgyőrnél. Úgyhogy mindenféleképpen itt leginkább az van, hogy türelem kellene. Én azt mondanám, hogy legyetek türelmesek, ez egy folyamat, és igenis hétről hétre fogjátok látni majd az a baj, hogy a szurkolói közeg is más, és most nem akarom tényleg itt megbántani, nem titeket akarok bántani, de a legtöbbnek mondjuk nincsen fogalma arról, hogy hogyan működnek a dolgok, hogy mennyi minden változott. Például Antal Boton helyezkedése rengeteget változott. A Radosé is. Most annak ellenére, hogy benne van a hiba, mert mindenki hibázik, és kaphat mindenki potyogolt, és az a látványos. Ugye vannak ezek az apró szakmai dolgok, hogyha jól gondolom, és bízom abban, hogy jól gondolom, lépésről lépésre kell haladni, és meghatároznak egy szintet. Na most, hogyha a szintet elérték, és megütötték azt a szintet, akkor mindenféleképpen az egy előrelépésnek tekinthető, annak ellenére, hogy most itt hibáról beszélünk, vagy nem. Jó kérdés, ha lehet ebbe a csereberébe venni egy harmadik kapust is. Nem kell, szerintem ebből mondjuk egy Bukrán Eriket én odatolnám, és védetném. Vagyis inkább azt a kapust, aki legjobban tud ennek a rendszernek megfelelni, amit a Bódog és az Andrus Józsi kitalált. Ugye ez a legfontosabb, hogy a kapus mennyire tud alkalmazkodni a csapat stílusához. Ugye erről is beszélgettem, hogy ugye stílusról volt szó, hogy ugye nem mindegy, hogy milyen kapus véd milyen csapatnál. Mondjuk egy Buffont nehezen tudsz elképzelni egy Barcelona csapatnál, hogy kijebb kéne helyezkednie. Kár erőlködni, Dottore Tésztás Gyuri bácsi kinyilatkozta, a szurkolónak nem kell érteni a focihoz, nekik ez nem dolguk, elég ha csak nézik. Jó, hát Dottorét azt inkább adjuk, mert nem ért hozzá. Arról beszélek, hogy még két kapus csereberéje sem szerencsés. Három kapus cserégetéséről meg nem is hallottam. Hát ezt hívják rotálásnak. Igazság szerint, hogy egyik héten az egyik véd, másik héten a másik véd. De ugye ezt mondjuk le kell tisztázni. Számodra látszik a fejlődés a Diósgyőrnél? Hát a szezon elején azt mondom, hogy jó, látványosan látszódott. Most is azt mondom, hogy van fejlődés. Csak ugye ez türelem kell szerintem. És ugye azt az utat folytatni kell, amit elkezdtek a Józsiék. És ezt a szlovén kapust, akire reagált, el tudnál képzelni egy Fradiban vagy Vidiben mondjuk? Ide tudnák hozni egyáltalán? Szerintem nem tudnák idehozni, mert ugye neki sokkal nagyobb, hát hogyan?
Nem is az, hogy sokkal nagyobb, inkább az a probléma, hogy innen Magyarországról nagyon nehéz kijutni külföldre, mert a magyar futballt az konkrétan elfelejtette mindenki. És ugye ebből kifolyólag innen Magyarországról neki ugye ez egy állomásnak kéne lennie, egy ugródeszkának. Na most ugye a legtöbb futballistának ugye Magyarországra jövés az nem nagyon jelent egy olyan szint, egy olyan lehetőséget, hogy úristen innen én Bundesliga első osztály, vagy Premier League, vagy Ligön, vagy ilyen helyre akarnának innen kerülni, hanem inkább a pénzforrás. Azt mondom, én nem tudnám, vagy mi stílusban se tudnám elképzelni őt itthon Magyarországon, meg szerintem nem is tudnák megfizetni azt, hogy ez a gyerek ide jön Magyarországra. És azt mindenképpen a balsak közepén kell megtenni ezt a rotálást. Hát attól függ, hogyha így gondolják, akkor meg kell húzni. Tehát nem tudom, hogy mi jár Bódogék fejébe. Ha tudnám, akkor persze tudnék rá reagálni, így, hogy nem tudom, így csak ugye találgatásokba tudok én is belemenni. Nem én, Patrik, az utolsó két bajnokin kezdett múlt hét, meg ma. Mit szólsz hozzá? Tudtál vele beszélni? Hány 11-est értékesítettél pályafutásod során? Fú, egyszerre két kérdés. Na, mi a véleményem Demmén Patrikról, hogy kezdett végre két bajnokin is? Igen! Szerintem ez elég látványos volt a véleményem. Még nem tudtam vele beszélni, majd ráírok majd valószínűleg a hét elején, hogy mi a helyzet, hogy fogadta, bízom benne, hogy ez állandó lesz Patriknak a szerepeltetése. Hány 11-est értékesítettél pályafutásod során? Volt egy időszak, amikor 11 vagy ügyeletes 11-es rugó voltam. Szóval volt egy pár 11-es, most nem tudom megszámolni, viszont azt tudom, hogy igazság szerint onnantól kezdve, hogy még U17-be kihagytam egyet a Fradi ellen a tavaszi bajnokságban, onnantól kezdve se kis pályán, se nagy pályán nem tudok büntetőt rugni. De egyszerűen nem, valamiért nem, ott elhagyott ez a mojo, vagy minek hívjam ezt a dolgot, ezt az érzést, hogy bemenjenek a büntetőim. Köszönöm a válaszokat, jó éjszakát mindenkinek, neked is jó éjszakát, Béla. Jó, még körülbelül maximum egy fél óra még az adás, nem akarom tovább húzni, mert ugye azért fáradtak is vagytok, meg mindenkinek egyéb teendő is lennének, biztos családi ilyesmi. Tehát a Momentum elhagyott téged akkor. Hát az a baj, Norbi, hogy az a büntetőm is, amit ott kihagytam annó 16 évesen a Fradi ellen, az is egy olyan volt, hogy nem a kapus védte ki. Tehát a mai napig el tudom azt mondani nagypályán, hogy nem volt olyan büntetőm, amire a kapus eltalálta az irányt. Csak igazság szerint kapufára rúgtam. Még volt olyan mérkőzés is, amikor 1-0-ra égtünk a 78. percben, azt hiszem. Budaörs ellen, és 1-0-ra égtünk. Hétközi meccs volt, ha jól emlékszem, egy ilyen előrehozott vagy elhalasztott mérkőzés, nem is tudom, már azt hiszem elhalasztott talán. És a 78. percben büntető volt, mindenki tudta, hogy mi van, fölkocogtam és berúgtam, ugye. Tehát nem is azt mondom, hogy a nagy nyomás miatt hagytam ki, mert azt hiszem 30 perc telt el, és égtünk 7-0-ra, és akkor hagytam ki azt a büntetőt. Szóval el tudom mondani, hogy nem talál, vagy kapusok ellenem még nem találtak irányt nagy pályán, mérkőzésen. Szerinted ki a legjobb magyar kapus edző? Az a baj ezzel, hogy én két szemét mondanék. Nem tudnék egyet így konkrétan kiemelni. Az egyik mindenféleképpen az Andrus Józsi lenne, akit azt mondanám, hogy az egyik legjobb. A másik pedig
az I és Dani. Ugye I és Dániel korábban védett az NB1-be, ő nem véletlenül, ugye létrehozta ugye ezt az EGRI Kapus Akadémiát is, és ugye a nyári táborokat is szervezi, meg most ugye az idősebb utánpótlás korosztályoknál ő felel a kapusokért, és külföldön is igen jó kapcsolatot ápol, aztán a St. Louis-i Goalkeeping Academy-vel is, többek között, tehát meg ahogy hallottam, ugye korábbi, meg jelenlegi kapusaim is mondták, hogy teljesen másképp foglalkozik a gyerekekkel, mint ahogy mondjuk másoknál tapasztalták, de ezt ugye más egyesületben lévő gyerekek is mondták, hogy teljesen más, hogy a Dani foglalkozik a srácokkal. Úgyhogy ő kettejüket mondanám, hogyha magamat nem mondhatnám. Kitől tanultam a legtöbbet a pályafutásom során? Fúha! Nézzük, ha nem tudom, Norbi, hogy itt beszéltünk itt vezetőedzőről is, vagy csak kapusedzőkről, mert ha csak kapusedző, akkor azt tudnám mondani, hogy akitől a legtöbbet tanultam, az talán a legelső kapusedzőm volt, a Szelei Miki. Amikor nagyon kicsi voltam és elkezdtem védeni, akkor tőle tanultam meg aztán a legtöbbet. Így visszagondolva, nem mondanám azt, hogy a többieknél nem tanultam semmit, mert mindenkinek tanultam valamit, csak nekem az volt ő volt az, aki az alapokat lerakta, és ami miatt mondták azt, hogy technikailag mindent tudok 18 évesen. Kapusedzőre gondoltam, de jöhet mind a kettő. Vezetőedzőként meg foglalkoztam, vagy elég sok vezetőedzőm volt, többek között azért, mert ugye felnőtt pályafutásomra eléggé váltogattam a csapatokat. Aki nagyon nagy hatást tett rám, az mindenféleképpen a Farkas Gábor. Ő volt a Fradi utánpótlásában is edző, meg lehet, hogy még most is, nem tudom. Ugye őt oda tudom tenni. Ki volt még? Nekem volt szerencsém ugye a Hevesi Tamással edzeni, ugye a prólicenszes edző, és a válogatottnak ugye a szövetségi, vagy a női válogatott szövetségi vezetője is volt. És azért azt a profi szemléletet, amit ő képviselt, hiába Blasz 1-es volt az FFC, amikor edzősködött, elképesztően profi szemlélete volt az embernek, és tényleg azt a szemléletet próbálni, és hogy oké, hogy itt azért nem profi klubban dolgozom, de mégis ahogy ő fölkészült hétről hétre az ellenfelekből, minden egyes játékosnak tudta azt, hogy mi az erőssége, mi a gyengesége, kialakított egy játékstílust, ami volt a központi alapja az egésznek, és abból próbáltunk meg az ellenfél gyengeségeire játszani. Tehát, hogy őt is oda tudnám venni, mert hát így belegondolva, az a baj, hogyha most mondok egy olyan nevet, az csak ugye a BBSC-s edzők tudnák hogy kicsoda, vagy aki BBSC-be csapattársam volt, a Vaclavik Ference. Feribával volt több konfliktusom, de így visszagondolva mindvégig igaza volt. Tehát ő volt az, aki úgymond tudat alatt is, de másabb személyiségű embert tudott belőlem faragni. Ne egyek annyira önfejű, mint voltam annó. Tehát azt hiszem őket tudnám, de meg ugye Ferenci Attila, majdnem Attilát kihagytam, mert ugye ő azért teljesen másképp is volt, teljesen más benyomásom, vagy teljesen másképp is ugye felnézek rá, nem csak úgy, hogy edzőként a legtöbbet adta, hanem utána is mondhatom azt, hogy te ő miatt lett egyáltalán kapusszemmel blog, mint maga, miatta, vagy ebből kifolyólag próbált, vagy jött létre úgymond a YouTube csatorna is, hogy erről beszéljek. Igazság szerint. Kövesfalvi István munkásságáról milyen véleményed, milyen munkát végez az utánpótlás válogatottaknál?
Azt el kell mondanom, hogy nyáron, amikor voltam Szlovákiában ezen a nemzetközi Just for Keepers táborba, akkor ő egy fél napot ott volt. Egy egész nap volt a terv, csak mivel a délutáni edzés 6 óra környékén kezdődött, ezért ugye azt nem tudta megvárni, mert éjfél lett volna, mire hazaér, ugye autóval. De nem rossz, nekem a kommunikációja az nagyon tetszik, nincsen meg az az érzés, hogy én vagyok a kövesfal visvány, letettem ennyi mindent az asztalra, és akkor ti örüljetek, hogy velem dolgozhatok, hanem tényleg közvetlen volt, azt mondta, hogy figyelme követi a kapus szemmel blogot, úgyhogy én csak jót tudok úgymond ezzel kapcsolatban mondani. Az, hogy miként dolgozik, ugye most ott igazság szerint ilyen általános feladatokat csináltunk, labdába való bánás, jobb-ballal, alaplabdafogások, alapmozgások, tehát hogy igazság szerint annyira bővebben nem láttam azt, hogy ő hogyan dolgozik, de hogy talán lehet rá esélyem akkor mindenféleképpen. Megnézném. Hol tudod magadat elképzelni 10 év múlva? Hát, ilyenben nem mentem, ilyenben mi nem gondolkodtam el, mert 10 éves tervem nincs. Igaz, hogy tavaly decemberben ilyen 1-2 éves tervet már kialakítottam magamba, hogy mi a célom, és mit szeretnék elérni. Így, 10 év múlva. Mindenféleképpen szeretnék magasabb szinten lenni, mint ahol most vagyok. Ugye most jelenleg ugye U15 alatti kapusokkal foglalkozok, illetve úgymond heti egy alkalommal felnőtt kapusokkal is. Ugye szeretném majd ezt a U16-U19 közötti érát is, úgymond nem csak átmeneti időszakban, mint ahogy korábban volt már benne részem, hanem úgymond de magasabb szinten, hogy milyen az U16-U19-ig azt megtapasztalni, és esetleg úgymond, még tökéletesíteni a képzési rendszeremet, talán ebből könyvet csinálni. Valószínűleg addigra már meg lesz a tradicionális kapus stílus feltáró, vagyis nem is tradicionális magyar kapus, ugye ez a proaktív kapus stílusról feltáró művem. Úgyhogy valószínűleg nem itt leszek 10 év múlva, remélem. De ezért ugye azt mondom, itt van a drága karkötöm, ugye, amit állandóan viselek. Próbálom közelhozni, hogy lássátok, ugye a HWAP, ugye a hard work always pays off. Ugye a kemény munka mindig kifizetődik, úgyhogy inkább kisebb távú célokba gondolkodom. Mennyivel másabb a kapusok kapcsolata a kapusedzővel, mint a vezetőedző? A kapusedzőkkel edzenek nap, mint nap, mégis a vezetőedző dönt a sorsáról. Hát azért az teljesen más, de azért a vezetőedző az nem úgy dönt a kapusokkal kapcsolatban, hogy nem kéri ki a vezetőedző véleményét, tehát, vagy a kapusedző véleményét. Tehát nem lehet azt mondani, hogy na én vagyok a vezetőedző, és így döntök, és akkor te, mint kapusedző, le van tojva a véleményed, mert nem erről van szó, hanem a kapusedzőnek is van beleszólási joga abba, hogy melyik kapust érdemesebb védetni adott esetben. És ugye arról már nem beszélve, hogy persze, hogy jobb a kapusedzőnek a viszonya a kapusokkal, mint a vezetőedzőnek a kapusokkal, mert csak a kapusedző érzi át azt a közeget és azt a légkört, ami mondjuk egy kapusnak meg kell élnie. Tehát ugye ő az, aki tudhatja, hogy mi játszódhat le egy kapuson belül. Jobban, mint egy vezetőedző. Látsz olyan kapuspártát, aki eljuthat a kezeid közül külföldre? Peremben egybe? Nem kell megnevezned az illetőt. Már van egy, aki most ugye külföldön van.
a Barcelona Eszkolájában van jelenleg egy kisfiú, akivel én is edzett, vagy én is az edzője voltam. Közben elköszönök, vagy szia maradék, további jó live-ot, meg a tetszett nyomj egy like-ot, meg fönt van egy szavazás, azt ne felejt. Azt így mondom tényleg, hogy fönt van egy szavazás, ott a chat fölött láthattok egy ibetűt, arra nyugodtan nyomjatok rá, mert jövő héten lesz majd egy tesztadás, hogy majd azt láthatjátok majd az adás végén, amikor lezárom, hogy mikor lesz az új adás időpontja. És azok után, meg azzal a kérdésre is, hogy mit gondoltok, nyomassátok, mert érdekel, mert ezek az interaktív élő adások ugye nézőkkel jó. Na szóval visszatérve, hogy láttok-e olyan kapust palántát a kezeim közül? Igen, látok. És nem, és hogy őszinte legyek, nem csak egyet. Nem fogom név szerint említeni őket, de nem csak egy ilyen kapus palánta van. Aki ugye azért függ attól is, hogy hogyan fog majd a későbbiekben ugye dolgozni, milyen helyre kerül utánunk esetleg, esetleg ugye mennyire ússza meg a sérüléseket, ugye ez függ attól is, de igazság szerint én bízom abba, hogy az NB1-et elkerülik, és inkább külföld felé veszik az irány, de ugye oda meg nehéz, de mindenféleképpen az NB1-es szintet nagyon sokan el fogják érni a kapusaim közül, úgy gondolom. Sőt, ezt az NB1-es szintet nem nagyon nehéz elérni. Információd alapján hol végeznek jó munkát Magyarországon kapusképzésbe? Melyik akadémiát láttad személyesen? Hol jártál eddig külföldön szakmai úton? Fú, Norbi, nagyon jó a kérdés. Információm alapján hol végeznek jó munkát a kapusokkal? Ha jól tudom, Debrecenbe, ott az utánpótlás kapusokkal nagyon jó munka folyik. Onnan elég sok kapus megy ki külföldre. De ott ha minden igaz, és ezt még a mai napig nem tudtam meg biztosra, de állítólag az én szemlélet, ezt a az én gondolkodásmódomat, ezt a mérkőzés helyzetekben való gondolkodást próbálják meg előtérbe helyezni. Úgyhogy ott azt tudom mindenféleképpen. Melyik akadémiát láttad személyesen? Ugye a Vasast azt több ízben is láttam, mind utánpótlás, vagy mind abban a korosztályban, amiben én dolgozok, mind a fölötte lévőknél. Mit láthattam? MTK-nak látom néha a kapus edzéseit. Igazság szerint így ennyit láttam. Róluk véleményt nem szeretnék alkotni, mert az nem lenne fair, igazság szerint, hogy mert arról, hogy egy-két alkalommal láttam őket, arról én nem tudok fair véleményt mondani, és erről te nem is szeretnék ebbe a dologba beleesni, és hogy hol jártam eddig külföldi szakmai úton. Nekem ugye a szakmai út az végül is Szlovákia volt, ami úgymond az edzői léttel kapcsolatban, ugye ami konkrétan ugye mint edzőként mentem oda, és tartottam edzéseket, nekem ugye szlovák, vagy ugye az ottani edzők, hát Szlovákia, ez is csúnya szó, felvidék, igazság szerint, mert magyar lakta terület, szimű, jóformán, szinte tele van magyarra. Úgyhogy igazság szerint ott ugye a felvidéki edzők ugye munkája, hogy ott mi hogy zajlik, abba láthattam bele úgymond ilyen 4 napig, igazság szerint. De ugye voltam Hannoverben nemzetközi tornán, ott azt a szintet láthattam, hogy ott a kapusok milyen szinten vannak az adott korosztályban, illetve mészőkapot láttam most az elmúlt, vagy a mostani mészőkapot, ami az előző szezonban volt, azt láttam, ott láthattam egy Bjorma kopjárnát, láttam egy Manchester United-et, szóval
ebből a szempontból ilyen helyeken voltam, de nagyon külföldön szakmai útra nem volt még lehetőségem. Szeretném, csak ugye ez a money. Kapusképzést hány éves kortól ajánlott elkezdeni? Melyik kritikus korszak, ahol elrontják a gyerekeket? Hány éves kortól? Hát ez attól fúha, Norbi, amúgy most így ezzel a mostani utolsó kérdésedre még válaszolok, hogy ne húzzam el annyira az adást, ami most érkezett be, ugye, ha én lennék az MLS kapusképzés vezetője. Na szóval, tehát hány éves kortól ajánlott elkezdeni? Hát a mostani rendszer alapján én azért ezt a 7 éves kortól már kellene ilyen játékosabb foglalkozásokat tartani a kapusok, vagy minden gyereknek megnézni, hogy megnézni igazság szerint, hogy milyen a kézügyessége, hogyan bánik a labdával, stb. Stb. És ott már lehetne arról beszélni, hogy ilyen általánosabb ilyen kapus elemeket leoktatni igazság szerint. Tehát ott ilyen 6, hát én inkább 6-7 éves kortól mondanám, hogy lehetne foglalkozni a gyerekekkel úgymond ilyen kapus szinten, és hol rontjuk el? Hát mindenféleképpen abba a korba, ahol oktatni kellene. Tehát ez a 8-tól, tehát igazság szerint ugye 8 éves kortól kezdenek úgy kapura védeni, hogy szükség van kapusra jelenlegi szabályok alapján, és onnantól kezdve egészen fenn vagy nagy pályáig, hát olyan 10, hogy is határoztam meg? Azt hiszem 13 éves korig kell mindent megtanulni, tehát szerintem ebbe a korba rontjuk el a magyar kapusokat. Mi motivál ahhoz, hogy kapusedző legyen? Vagy mi motivált? Igazság szerint, amikor maga az, hogy én megszerettem ezt a sportágat, meg ezt a posztot, és ez volt az, ami úgymond engem elindított be a világba, és már gyerekként, amikor 8 éves voltam, tudtam, hogy ha egyszer abba fogom hagyni, és szögre akasztom, akkor én kapusedző leszek, mert annyira magával ragadott az az életérzés, ami a kapus élettel kapcsolatos. És ki a szakmai példaképem? Ez is egy érdekes, mert úgymond ilyen nagyon szakmai példaképem nincs. Tehát nem mondanám azt, hogy nagyon sok ilyen példaképem lenne kapus edzőként, aki konkrétan azt mondja, na igen, ő. Próbálok saját magam lenni inkább. Tehát, hogy kialakítottam valamit a fejembe, és ahhoz próbálok ilyen információkat szerezni. Konkrétan az, hogy kapus edző példaképem nekem nincs. Úgy gondolom. Vannak olyan edzők, akikre azt mondom, hogy igen, tökre jó, meg tetszik, ahogy dolgoznak, de nem mondom azt, hogy ők vezetnek engem. Inkább a saját fejem. És akkor az utolsó kérdés, ha te lennél az MLS-ben a kapusképzés vezetője, mit változtatnál meg a képzésben itthon? Na! Kezdjük ott, hogy ha minden igaz, akkor nincsen meghatározott kapusképzési elv Magyarországon. És akkor most erre adjok időt annak a kevés nézőnek, aki követ. Hagyok időt erre ezt feldolgozni, minden igaz, nincs ilyen. És alapvetően konkrétan olyan szintű kapusedző képzés, mint például Angliában vagy Amerikában, hogy külön van véve, és tényleg alaptól egészen főfele építve, ilyen sincs. Tehát igazság szerint már alapvetően, hogyha engem oda tennének egy ilyen pozícióba, akkor már kapásból az lenne, hogy föl kéne építeni egy olyan képzési rendszert, amivel a kapusedzőket is lehetne fejleszteni.
ez már kapásból egy iszonyatosan nagy változtatás lenne. Illetve a másik az lenne, talán, hogyha esetleg eljutnék oda, arra a szintre, hogy én legyek a képzésvezet, vagy ilyen kapusképzését felelős személy, az már azt jelenteti, hogy valamit már letettem az asztalra. Tehát valószínűleg azt a képzési modellt, amit én megálmodtam, azt próbálnám meg leoktatni a kapusedzőknek, azt a szemléletet, és azt kellene megpróbálni itthon is körbe járatni a nagyobb, vagy mindenféle kapusedzőknek, hogy azt szerint próbálkozzanak meg a kapusoknak a képzésével, illetve én létrehoznék ilyen kapusedzői kurzusokat. Hát nem is csak ilyen kurzusokat, ilyen nem jut eszembe, ilyen kapusedzői előadásokat is létrehoznék így élőben, hogy ott tényleg szakmai konzultáció lenne. Hogy lenne egy fő vonal, hogy na akkor most mi az, amit képviselni kellene, mi a trend, hova kéne haladni, hova kéne eljutni, stb. Stb. Képzés, így tovább. Tehát, hogy ez lenne a módi. Szerintem. Jó, és így tegnap azt mondtam, hogy az utolsó kérdés lesz ez az MLS-es, de ugye még erre gyorsabban reagálok így igazság szerint erre az utolsó kérdésre, mint a Norbi föltett, szerintem nem az évszázad gólját lőtte ez a kedves Varga Roli. Na, elérkeztem az adás végéhez. Ha tetszett az adás, ugye nyugodtan nyomassátok a lájkokat. Tetszett ez az egész körítés, ez a kérdezek, válaszolok rovat, hogy ti kérdeztek, én válaszolok, akkor akár ezt is bevezethetjük, hogy ez működjön tovább, mert egy sokkal rövidebb adásokat is létre lehet majd hozni. Tehát köszönöm mindenkinek, Maradéktól kezdve Norbinát, tényleg sokatoknak köszönöm azt, hogy itt volt, és velem tartott. Legközelebb, ahogy láthatjátok, ott október 1-én 18 óra 30 perckor lesz az élő adás, tehát előre, vagy a semleges térfél elé fogom helyezni. Ez egy tesztadás lesz. Le fogjuk szűrni, hogy ez mennyire lesz járható számotokra is. Úgyhogy mindenféleképpen ez egy újfajta, úgymond ilyen teszt jelenet lesz. Én köszönöm a kérdéseket, Norbi. És hát ugye a legfontosabb dolgot azért nem szabadna elfelejtenünk, amit az általában mindig elfelejtek, próbálok nem elfelejteni, az már pedig nem. Mi lehet az? Mi lehet az? Mi lehet az? A kapuslabda legyen veletek. Sziasztok! I need an angel to save me from myself. Holding my savior, keep my heart upon the shelf. Do you remember the things we said, the things we felt? Calling for. Yeah.